Első ízben adjuk át ezt a díjat, amelyek vannak nagyon érdekes és fontos kategóriái is, mert hogy nem csak az ünnepelt sztárokat, a zenészeket, a frontembereket, a zenekarokat díjazzuk, hanem a háttérembereket is, azaz azokat a figurákat, azokat az arcokat, akiket lehet, hogy nem látok a színpadon, de nagyon sokat tesznek azért, például most is, hogy egy zenekar jól szóljon a színpadon, akár oda jusson a koncert helyszínére. Az nem jó, hogy a mikrofonnál ennél előrébb megyek? Jöttek már! Akkor nem megyek előrébb. No, tehát az első szakmai díjunk az a legjobb sofőrnek a díja. Azt gondolom, ez rendkívül fontos, hát egyrészt nyilván ne így jön a sofőr, mert különben elég kockázatos, hogy odaér a zenekar a helyszínre, másrészt meg, hogy pontos legyen. Tehát fontos elmondanom még a díjaknál, a szakmai díjaknál, hogy a zenekarok szavaztak. Tehát itt nem közönségdíjakról van szó, hanem megkérdeztük az összes ZP-ben fellépő zenekart, meg még másokat is, akik idén nem léptek fel. Ezek alapján derült ki a szakmai díjaknak a nyertesei. Most négy ilyen háttérdíjat adunk át, és utána lett 6 hangszeres díj. Tehát a legjobb sofőr díját nem más kapja, mint Condella Christian, aki többek között a Subscribe, Jamie Winchester, a KFT, és még sorolhatnám, hogy mennyi minden zenekarnak. Condella Christiant várjuk a színpadra. Szervusz, szívből gratulálok. Tudod, egy ilyen famous last words, tehát a utolsó megszólalás jogán. Köszönöm szépen mindenkinek, aki rám gondolt, és remélem, hogy tudják a telefonszámomat továbbra is. Tehát olcsó a kilométer díj nálad. Nem, az drága. Hát te figyelj, most már fizessenek is meg, hát te lettél az én sofőrjét lehet. Condella Christian, szívből gratulálunk még egyszer, és akkor folytatjuk a szakmai háttérdíjak átadását, mégpedig legalább ilyen fontos a legjobb Rode-nak a díja. A legjobb Rode díját pedig kapja, csak becenevet mondok, mert hogy mindenki így ismeri, úgy hívják őt, hogy Bigyó! Ő pedig a Heaven's Witcher-en, Magashegyi Underground, Supernam, és még sorolhatnám, itt van a Bigyó, itt van Bigyó mellettem, mert hogy most is dolgozik a színpadon, szépen gratulálok, hálás, köszönő szavak. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, tovább kell folytatnom a munkát, úgyhogy tovább is adom a szót, szevasztok, köszi! Ettől a pillanatok kezdve viszont már tényleg kérje többet. Hát most már az Ázsiót megigurott, nem? Oké, köszönjük szépen. A harmadik háttér díjunk nem más, mint a legjobb fénytechnikusnak a díja, hogy egy bulin iszonyú fontos, hogy milyen fények, milyen kreációban, milyen kreativitással kerülnek a színpadra. A legjobb fénytechnikus díját kapja Porkoláb Tamás alias Egér, a Quimby, a Tankcsapda, a Kowalski meg a Vega zenekarok fénytechnikusa. Szevasz, a díjad az most jön a hátra mögöl. Szerintem sokan irigykednek, hogy ilyen zenekarokkal dolgozol. Más szavak. Köszönöm szépen mindenkinek, aki szavazott rám. Kivel szeretsz a legjobban dolgozni? Most úgy sincsenek itt egyik zenekar, csak itt felsoroltam. Quimbyvel. Jó, hát akkor majd így átadjuk a fiúknak. Köszönjük szépen még egyszer Porkoláb Tamás alias Egér. És az utolsó szakmai díjunk ebben a körben miatt a következő fellépőt meghallgatjuk. Az nem más, mint a legjobb hangmérnöknek a díja. Hát én nem találkoztam még olyan rockzenésszel, aki ne nyafogott, sírt, vagy éppen áradozott volna a hangmérnökükről. Azt, hogy egy zenekar hogy szólal meg a koncerten, nagyon nagy mértékben a hangmérnök munkájától függ, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy ki ül hátul általában a keverő pultnál. Tehát a szakma véleménye szerint a legjobb hangmérnök 2012-ben nem más, mint Mackó Róbert. Mackó Robi a Csík zenekar, korábban a Kispál, az Óriás és a Konyha zenekaroknak a hangmérnöke. Nincs itt, helyette Szabó Attila, a Csík zenekar prímása veszi át. Mit mondana Robi? Nagyon szépen köszöni, meg fogja is köszönni. Nem is tudtunk róla, úgyhogy ez még duplán biztos jó lesz neki. Úgyhogy majd átadjuk meleg belső zenekari ünnepség keretében. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, a Csík zenekart még fogjuk látni és hallani ma este. Közben oldalra sandítok, hogy mi megvagyunk-e még, megvagyunk, a színpad készen áll-e már, még nem áll készen. Azon gondolkoztam, hogy bejöttem, hogy látjátok ezt a két kis polckit itt fent, és nem tudom, ismertek-e, van a 100 volt Celsius nevű kitűnő zenekarnak, van egy Tifi Töfi című száma, abban hagyom a sofőr egy verszakot. De jó ülni a kis polckiban, legalábbis anyának, mert ha ő már beleült, nem jut hely a családnak. És azon gondolkoztam, hogy vissza a kevés gyerekdal van, amiben így ledagizzák az anyát, nem? Tehát, hogy ez úgy
nem túl PC dolog azt mondani egy anyának, hogy túl kövér. Tehát még van hoztam néhány dalszövegrészletet, mert néha nagyon komoly feladat elé állítják a befogadókat. A másik kedvenc, amit kiírtam, ez egy ilyen old-timer klasszikus, Soltész Rezsőnek a Szóljon hangosan az ének című opuszából. Azt mondja, hogy született egy dal, valamelyen senkit nem zavar, talán te is megérted. Az, hogy konkrétan így lehűjézi a közönséget, az ez is kemény, nem? Tehát, hogy oké, mondja ez a dal, ugye ez az, amikor a viharban eltörik a gitárja, persze a nagy kérdés, hogy miért megy viharba gitározni, tehát ez se teljesen tiszta. Ti fiatalok készen álltok, itt vihardacára kis mozgatok volt? Nem volt kis mozgatok. No, hölgyeim és uraim, akkor folytatjuk a Zöld Pardon zenész pikniket. A színpad egy olyan zenekar, amelynek a frontembere több kategóriában is nevezve vagyon, és ez a zenekar nem más, mint az Anna and the Barbies. Yeah.
Yes,
Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük! Köszönjük a meghívást is, és köszönjük az összes szép és éjszakát, amit itt veletek töltöttünk. Színpadon vagy a színpad alatt, mellett, előtt, ahol épp ért minket az este. Nagyon szépen köszönjük! Köszönjük, hogy ennyien eljöttetek! Szemergélő eső, ez csak annyiban különbözik a nyártól, hogy akkor azokból jött. Emlékszem, hogy itt mindenki véres volt, az első. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a meghívást. November 30-án van egy lemezbemutató koncertünk a Barba Negrában, van kedvetek eljönni. És a következő nótánknak igazából a hát az ilyen nyári átmulatott éjszakák adták az inspirációt, meg a Supernem zenekar, mikor először megjelentem gitárra, mondom az öcsémnek, írtam egy kurva jó nótát, figyelj, az a cím, hogy négy kézláb. Eljátszottam, és azt mondta, bravo, ez egy korai Supernem nóta. Úgyhogy azóta büszke vagyok rá, négy kézláb. Lesz egy Tunáni Masszi, Csík zenekar, Nagy Feró és a Bad Richard. Sziasztok! Köszönjük!